szégyenletes családpolitika. Ijesztő számok a németektől. Gőzerővel folyik a családvédelmi akcióterv reklámozása a közterületi plakátokon. És a most napvilágot látott adatokat tekintve. Hát van is mit megvédenie a kormánynak, ha mástól nem is, de saját magától mindenképpen. Az történt ugyanis, hogy a német statisztikai hivatal közzétette a számait. Többek között a Németországban élő magyarok számáról is. Ami döbbenetes növekedést mutat 2010-hez képest. Ma már több mint 210 ezer honfitársunk él Németországban. A 2010-es alig 70 ezres létszámhoz képest, ami ennél is döbbenetesebb adat. Az a növekedés üteme, ami nem látszik lanyhulni. Még mindig többen vándorolnak ki, mint ahányan hazajönnek. Ez viszont azt eredményezte, hogy tavaly már 1860 magyar született Németországban. Ami megközelíti a Tolna és Nógrád megyékben tavaly születettek létszámát. És ha a trend így folytatódik, akkor már négy megye születés számát is meghaladhatja. A Németországban született magyarok száma mindent egybevetve. Csak Németországban van egy kisebb megyényi ember, aki hiányzik itthonról. A legnagyobb hazugság a kormány részéről pedig az, hogy csak a fizetés miatt vándorolnak el a fiatalok az országból. Ez az Unióba való belépésünkkor még valóban így volt. De ma már ez messze nincs így. Egyre többen választják a külföldi oktatást a hazai lezüllesztett felsőoktatás helyett. És a nyugodtabb, nyitottabb légkört, ami Európa nyugati felére jellemző.